A La Manche csatornánál is szélesebb, és 300 méternél is mélyebb Tahoe-tó egyike a legmagasabban fekvő, legnagyobb, legmélyebb, legtisztább és leghidegebb tavaknak a világon. Ez a festői városka Kalifornia és Nevada állam között helyezkedik el 1800 méterrel a tengerszint fölött. A vidék kettős személyiséggel bír. Egyszerre kedvez a természetjáróknak és az éjszakai baglyoknak is. A Bikini túra stábja hamar rájön, hogy a tó mindenkinek tartogat valamit. Felfedezik ezt az ősi paradicsomat a földön, a vizen és a levegőben is. Túrára mennek a vadonba, quadokkal feltérképezik a hegyeket, átmotorcsónakoznak Emerald Bay-re, és a felhőtlen égen is átrepülnek egy helikopterrel. A városnézés teljesen új értelmet nyer, amikor a lányok ejtőernyőzés közben csodálják meg a tájat. A szépség nyomában. A szépség nyomában. Bikini túra. Hello, Stacy Blosser vagyok Ohio-ból. Most jártam először a Tahoe-tónál, és meseszép volt. Nem tudtam, hogy mire számítsak, de amikor ideértünk, rengeteg hegyet lehetett látni, és a tó olyan szép tiszta és kék volt, hogy ez valami hihetetlen. Számomra az egyik legélvezetesebb program az volt, amikor motorcsónakkal elmentünk az Emerald Bay nevű helyre. Nagyon szép volt. Tele van sziklákkal meg ilyenekkel, úgyhogy miután kiszálltunk a csónakból, sort kerítettünk egy forgatásra. Csodálatos volt. Nagyon jó képek születtek. Tizenkilenc éves korom óta modellkedem. Ohio-ban nőttem fel, de úgy döntöttem, hogy Los Angelesbe költözöm. Jelenleg is ott élek, és már 2,5 éve modellkedem. Ezt csinálom főállásban. Nagyon élvezem a munkámat, de tényleg, klassz szakma, mert megismerhetek egy csomó új embert, és mindenféle kreatív dolgot. Amikor fényképeznek, kizárok mindent, mert nagyon sokan figyelnek közben. Csupa vidám dolgokra gondolok, amikor pedig szexi akarok lenni, akkor meg szexi dolgokra. Számomra az álomhelyszín Hawaii lenne. Mindig is szerettem volna elmenni oda. Gyönyörűek a virágok, és imádom az óceánt. Hawaii-ra mennék el a legszívesebben. Sziasztok, a nevem Bob. Én leszek a kísérőtök a Rubikonon. Isten hozott benneteket a Tahoe-tónál. Először gyorsan elmagyarázom, hogy is működik ez a jármű, hogy minél előbb elindulhassatok. A kormány működése magától értetődő. Arra forgatjátok, amerre menni akartok. Ez a kis bigyó lesz a második legjobb barátotok utánam az úton. Ez a fék. Mind a négy kereket szabályozza hidraulikusan. Ezen kívül már csak azt kell tudnotok a gépről, hogy hogyan kell beindítani. Húzzátok be a féket. Nyomjátok meg az indítógombot, majd adjatok egy kis gázt, és a motor már is beindul. Ha elérünk egy megállóhoz, jelezni fogok nektek, hogy fordítsátok el ezt a kulcsot balra. Ennyi az egész. Felkészültetek? Igen. Jól van, akkor indulás. A Tahoe-tavi quad kalandok alternatív módon vezeti végig a látogatókat a hegyi utakon. A mai túra egyszerre kalandos és adrenalin pumpáló. Az úton festői hegyszorosokat és sziklás völgyeket láthatunk.
A csúcspont pedig a békés és gyönyörű Liliomtó. Ezt nézzétek, lányok! Ez a Liliomtó. Nagyon szép tó. Ugyan alig egy méter mély, de tele van vízi liliommal. Régen a Washoe indiánok kijártak ide. Leszedték a virágokat és beledugták őket a földbe, kis lyukakba. Majd itt hagyták őket úgy 2 hétig, hogy erjedjenek. Aztán, amikor visszajöttek, kiválogatták közülük a legszebbeket és megsütötték őket. Vannak itt halak is? Igen, ami azt illeti, hatalmas szivárványos pisztrángok élnek itt fenn a tavakban. Pataki pisztrángokat is lehet látni. Nagyon finomak. Különösen a szivárványos pisztrány. A látvány is lélegzetelállító. Gyönyörű. Ez itt Isten országa. Na, ennyi lenne a Liliomtó. Folytathatjuk a kirándulást? Jól van, akkor szálljatok fel és induljunk. Anna vagyok, ő pedig Shay. Most értünk vissza a Quad körútról. Ezt mindenkinek ki kellene próbálnia, mert nagyon klassz. Viszlát! Hello, a nevem Anna Mary Lidl, és Los Angelesből jöttem. Már másodszor vagyok itt a hóban, de most vagyok itt először nyáron. Imádom. Annyi mindent lehet itt csinálni, és a szállásunk is remek. Amikor fotóznak, próbálok úgy tenni, mintha senki más nem lenne ott, hiába néz közben egy csomó ember. Csak belenézek a kamerába, és azt képzelem, hogy valaki más figyel. Pár napja elmentünk Emerald Bay-be forgatni. Csodálatos hely. Az óceán visszatükrözi a sok zöldet, és van egy kis sziget is, ahol lehetett forgatni. Csináltunk egy pár képet a fákon is, amelyek a vízből nőnek ki. Úgyhogy készült néhány igen érdekes kép is rólunk. Tegnap kipróbáltuk a kvadozást, és nagyon jó buli volt, de rettenetesen piszkosak lettünk. Egész klassz volt. Mintha fiúk lettünk volna, felmentünk egészen a liliomos tóig. Hatalmas volt, és tele volt vízi liliomokkal. Még egy medvét is láttunk a kölykével. Nagyon élveztük. Már egy jó pár éve modellkedem, talán 4 éve. Főállásban csinálom, és mellette egyetemre járok. Újságírást tanulok North Ridge-en. Ez volt számomra a tökéletes kirándulás, mert újságírás a főszakom, és főleg a divattal foglalkozom, most pedig kipróbálhattam magam műsorvezetőként, ami még jól jöhet az alapszakos tanulmányaim során. Öt év múlva remélem, hogy boldog házas leszek, és hogy átveszem Katie Couric helyét. Csak viccelek, de azért szeretném kipróbálni a színészkedést. Ez a fő célom. A bikini túra hamarosan folytatódik. Folytatódik a bikini túra. A nevem Tara Elizabeth Connor, és Kentuckyból jöttem. Most vagyok először a Tahoe-tónál. Itt egészen más az időjárás, mint ott, ahonnan én jövök, de ez is csodálatos. A hegyek lenyűgözőek, és a fák is gyönyörűek. Nagyon szép, káprázatos, és minden percét élvezem az itt létemnek. Egy éve kezdtem el modellkedni. Eleinte kisebb munkákkal kezdtem. Még sose szerepeltem tévéműsorban, de nagyon élvezem. Remélem, megvannak a képességeim ahhoz, hogy folytassam ezt a munkát legalább egy ideig. Az iskolapadba később is be lehet ülni. A
A bikini túrával forgattam videót életemben először. A fotózások során hozzászoksz, hogy pózolj és mozdulatlan maradj, de a filmeknél folyamatosan mozognod kell, és úgy kell kinézned, mintha még sose érezted volna ilyen jól magad. Eleinte nagyon nehéz erre ráállni, de ha sikerült, onnan már sétagalopp az egész. Utána már csak élvezed az egészet, el tudsz lazulni, és megmutathatod nekik, hogy mit tudsz. Ez az egyetlen alkalom, amikor ezt megteheted. Úgyhogy igen, nagyon élvezem. A gimiben pompomlány voltam, mostanában pedig konditerembe járok. Nem mindig, csak hetente egyszer. Nem túl tisztességes a többiekkel szemben, de szerencsés vagyok. Örülök, hogy azt tehetek, amit csak akarok, és utána elég, ha csak elmegyek egy kicsit futni, és egyáltalán nem hízom el. Én nem tartom magam olyan szépnek, de mindenki saját magával szemben a legszigorúbb. Nem kell nagyon hajtanom magam, hogy így nézlek ki, és ennek örülök. Ha megint elmehetnék valahova a bikini túrával, Maui-ra szeretnék elmenni. Azt hiszem, Maui az egyik legbámulatosabb hely, amit valaha láttam. Nagyon szeretnék eljutni oda, és megcsodálni a gyönyörű tájakat, meg megnézni a hastáncosokat. Talán még én is kipróbálnám. Klassz lenne, ha egyszer elvinnének. A Tahoe-tónál a legjobb elfoglaltság, ha elmegy az ember egy sétára a természetben, hogy megcsodálja a gyönyörű tájat, és hogy felfedezze, mi rejtőzik az erdő mögött. Tartsanak velünk! Shay-el és Lizával elmentünk túrázni, és nagyon jó volt. Szép volt az ösvény. A levegő is friss volt, és ennél kékebb eget még sosem láttam. Voltam már egy-két helyen, de ilyen szép ég nincs még egy. Biztos a magasság miatt ilyen. Láttunk néhány nagyon magas fát is. Némelyik olyan volt, mintha nem is lenne csúcsuk. Csodálatos volt látni Isten művét. Egy kicsit elfáradtunk, de azért nagyon jól éreztük magunkat. Szeretem összekoszolni magam. Kentuckyból jöttem, úgyhogy hozzá vagyok szokva az ilyesmihez. Valószínűleg ez volt a legszebb hely, ahol valaha is túráztam. Nagyon jó volt. A bikini túra modelljei szerencsések voltak, mert a túrázáshoz legideálisabb hónapban látogattak el a Tahoe-tóhoz. Május és szeptember között a legnépszerűbb útvonal a lehullott levelek tavához vezető út, amely káprázatos, égigérő fenyők és nyárfák között kanyarog. Ez egy jó kis túra volt. Amíg mi itt végzünk, tekintsék meg a következő modellünket. A nevem Shaylin, és Michiganből származom, de jelenleg Kaliforniában élek. Még sose jártam a Tahoe-tónál. Most vagyok itt először, és nagyon izgatott vagyok. Csodálatos, sokkal szebb, mint amilyenre számítottam, és sokkal nagyobb is. Nem tudtam, hogy ilyen nagy a tó. Elég szexinek érzem magam a forgatások alatt. Nem nagyon gondolok semmire, csak próbálom melegen tartani magam, és közben felidézni a forró levegőt. Meg persze jól is kell éreznem magam, mert az meglátszik a felvételeken. Ha jól szórakozol, az átjön a képeken is. Elmentünk túrázni. Nem tudom pontosan, hogy hol voltunk, de nagyon szép volt. Remekül éreztük magunkat, és még kacsákat is láttunk útközben. Nem zavartak minket, barátságosak voltak, és egyáltalán nem féltek tőlünk.
Klassz volt a sziklák között forgatni. Egy csónakkal elmentünk egészen a szirtig, és utána ki kellett ugranunk a sziklákra, és fel kellett másznunk egy olyan helyre, ahol meg tudjuk tartani az egyensúlyunkat. Ez is tök jó buli volt. Csináltunk egy olyan felvételt is, amelyen mind a hárman egy sziklán vagyunk, a nap pedig épp lemenőben volt. Igyekeznünk kellett, hogy jó fotókat készítsünk, mielőtt teljesen lement volna a nap. Szeretnék elmenni Bora Borára. A neve alapján biztos szórakoztató hely lehet. A Tahoe-tó csodálatos. Eddig láttuk már a földről, láttuk vízen, és most a levegőből is megcsodálhatjuk. Készen álltok? Igen! Akkor menjünk! A Skydance helikopter körútak napi rendszerességgel adnak lehetőséget az ide látogatóknak, hogy megtekintsék a Tahoe-tavat a levegőből is. A helikopter körút nagyon jó volt. Felrepültünk a tó felé, és elrepültünk néhány csónak felett is. Elrepültünk egészen Emerald Bay-ig, ami szerintem az egész tó legszebb része. Nagyon élveztem. A helikopteres körút fantasztikus volt. Madártávlatból láttuk Emerald Bay-t, és biztos, hogy onnan a legszebb. Nagyon jól éreztem magam. Eddig nem nagyon volt alkalmam helikopteren utazni. Itt egy csomó mindent kipróbálhatok. A bikini túrával mindent megtehetek, amit csak szeretnék. Nagyon klassz volt. Ma reggel helikopterrel tettünk egy körutat a tó körül. Integettünk a csónakoknak, és láttunk néhány házat is az északi parkon. Nagyon klassz volt. Egy csomó különböző színárnyalatot láttunk a vízben. Ha elrepülünk a vidék felett, láthatjuk, hogy milyen változatos errefelé a táj. Az északi partot sűrű gránit csúcsok, impozáns sziklafalak és az égszínkék víz ékesíti, amely finoman mossa a sziklás partot. Helikopterről nézve nyújtja a legszebb látványt. Csodálatos tó. Mi tetszett eddig a legjobban? Mikor elrepültünk a csónakok felett, klassz volt, ahogy felgyorsultak, amikor megláttak minket. A fantasztikus pilótánk. Nálam jobb pilótát nem is kaphattatok volna. Remélem, még találkozunk. Köszönjük. Bárhova is mentek ezután, sok sikert. Köszönjük. Adios. A nevem Kristi Ballantyne, és Arkansasból jöttem. A Tahoe-tó fantasztikus. Most vagyok itt először. Itt minden csodálatos. A hegyek, a táj, minden. Egyszerűen imádom. Szeretek kimenni a tóhoz és gyönyörködni a különböző fákban, a tájban, a természetben. Lélegzetelállító. Az egyik nap úgy terveztük, hogy vízisízni megyünk, de túl hideg volt a víz, pedig még csónakot is béreltünk. Elmentünk néhány klassz helyre forgatni is, például a strandra. Láttunk kacsákat is, bejártunk mindent, és meg is néztünk mindent. Például a fákat is megnéztük közelebbről. Nagyon jól éreztem magam. Nem is tudom, mi mással tölthettem volna a napom, ami jobb lett volna ennél. Egyszerűen csak élveztük Tahoe-t. Amikor fényképeznek, minden erőmmel arra koncentrálok, hogy ne nevessem el magam, mert nagyon lökött vagyok, és általában elrontom a dolgokat. Persze, próbálok szexinek látszani, de igazából csak az számít, hogy jól érezzem magam. Önmagam akarok lenni. Az egyik este bementünk a vízbe is, hogy készítsünk néhány felvételt, és nagyon jól sikerültek. Hála a felszerelésnek, meg a fényeknek. Bementünk a vízbe is, nagyon-nagyon hideg volt, de azért megcsináltuk. Megérte, mert még a tükörképem is látszott a vízben. Csodálatos volt. Remélem, a felvételek is jók lettek.
Az biztos, hogy én majd megfagytam. Amint végeztünk, berohantam a szállásunkra, és jól betakartam magam. Úgyhogy végül is nem volt gáz. Megértem, hogy az emberek miért akarnak idejönni vakációzni. Ez a hely olyan, mint egy álom, egyszerűen meseszép. Pont olyan, sőt még szebb is, mint amilyennek elképzeltem. A folytatásban a lányok ejtőernyőzni mennek. Folytatódik a Bikini Túra. Hello, Lisa Glib vagyok, és ez itt a Bikini Túra. Tarával és Chrissyvel nem sokára madártávlatból fogjuk megcsodálni a Tao-tavat. Ha még nem látták volna, tartsanak velünk, és nézzék meg önök is! Gyerünk! Gyerünk! Ha még nem csináltak volna ilyesmit, megmutatom, hogy kell. Ez az! Nagyon izgatott vagyok, de nem vagyok ideges, vagyis de egy kicsit. Szerintem azt akarja mondani, hogy nem ideges. Mondd el nekik, hogy miről szól ez az egész! Lélegzetellállító volt. Tényleg csodálatos volt. Még levegőt venni is elfelejtettem. Vissza fogok jönni, az biztos! Viszlát! Köszönjük! Nem tudom leírni, milyen érzés volt. Az a sok adrenalin, minden felpörgött. Fantasztikus, ahogy mindent elengedsz, miközben kiugrasz a gépből. Mindenkinek ki kéne próbálnia. Meg a forgások, meg a pörgések is tetszettek. Nagyon vad volt. Melyik volt a kedvenc részed? A kedvencem az volt, amikor kiugrasz a gépből és pöröksz egy kicsit. Aztán egyszerűen csak zuhansz és nem jutsz levegőhöz. Aztán, ha elmúlt a félelem, akkor csak zuhansz szabadon. Közben fázol, de nem érdekel, mert olyan csodálatos, mintha repülnél. Sose csináltam még ilyen klassz dolgot. Pedig biztos csinált már egy-két őrültséget. Az biztos. Ajánlanád ezt a barátaidnak? Mindenkinek ajánlom, aki szeretné kipróbálni. Ne féljetek, próbáljátok ki, fantasztikus élmény. Így van. Én is ezt szoktam mondani, nekem is ez a kedvencem. Ezért szoktam kiugrani a gépekből. Szeretem megmutatni másoknak, hogy milyen is ez. Szép Köszönöm. Volt, ismételjük meg! Hello, Lisa Glib vagyok. Ausztráliából származom, de jelenleg Los Angelesben élek. A Tahoe-tó egyszerűen lélegzetelállító. Ausztráliának is vannak káprázatos tájai, meg olyan területei, amelyeket érdemes felfedezni, de itt minden olyan ősi, minden olyan nyugodt és békés. Nagyon sok klassz dolgot lehet itt csinálni, és gyönyörű a táj is. Életemben először ejtőernyőztem is. Sosem hittem volna, hogy kipróbálom. Ez volt életem legcsodálatosabb élménye. Ha még nem tették volna, próbálják ki. Nem tudják, miből maradnak ki. Emerald Bay páratlanul káprázatos. A víz, a fák, a sziklák, minden olyan érintetlen. Az egész vidék olyan gyönyörű. Forgattunk a magas szirteken, a gyönyörű sziklákon, meg a kicsavarodott és összegabajodott fatörzseken. Ráadásul itt minden olyan színes, csodálatos helyeken jártunk.
Egyszer el kell jönniük Ausztráliába, majd én körbevezetem önöket. Ott is nagyon klassz dolgokkal lehet elütni az időt, és rengeteg hely van, amit érdemes megnézni. Nagyon vidám hely, különösen, ha én vagyok a túravezető. Mark Twain egyszer azt mondta, hogy Tahoe-ban a víz tisztább a levegőnél, a levegő pedig olyan, mint amit az angyalok lélegeznek. Egy évszázaddal később szavai még mindig igaznak csengenek. Habár a bikini túra stábja már készülődik a következő útjára, nehéz búcsút inteni a bolygó egyik legszebb és legbékésebb vidékének. Magyar hangok. Bánfalvi Eszter, Galambos Péter, Bális Anett, Balog Anikó, Eke Angéla, Ostorházi Bernadett. Magyar szöveg Imri László, hangmérnök Erdélyi Imre, gyártásvezető Újréti Zsuzsa, szinkronrendező Aprics László. A magyar változatot az AXM megbízásából az SDI Media Hungary készítette.